Megszületett az idei év első dunaújvárosi babája. 500 000 forintos adományt ajánlott fel a Tomi vegyesboltok tulajdonosa. Decemberben is megrendezték a kézműves vásárt a Szalki-szigeten. Köszöntöm nézőinket, Önök a DSTV híradóját látják, ma is elhoztuk városunk legfontosabb híreit. Megszületett az idei év első gyermeke a Szent Pantaleon kórházban, akinek szülei dunaújvárosi lakcímmel rendelkeznek. Az édesanyját a város nevében Pintér Tamás polgármester köszöntötte. Pintér Tamás dunaújváros polgármestere is gratulált az első dunaújvárosi újszülött édesanyjának. Szloboda Patrik január 3-án reggel látta meg a napvilágot a Szent Pantaleon kórházban Szloboda Zsolt és Szloboda Zsoltné gyermekeként. A csecsemő 2600 grammal és 49 cm-rel született. Szüleinek állandó lakcíme Dunajvárosban van. A város első embere személyesen gratulált a babához az édesanyjának. Mint mondta, sok boldogságot kíván szülőknek és gyermeküknek egyaránt egész városunk nevében. Egyúttal az önkormányzat jóvoltából egy 300 000 forint értékű start számlát is átadott Szloboda Zsoltnénak. A Tomi vegyesbolt jóvoltából mintegy 500 000 forint értékű felajánlást vetett át Pintér Tamás dunaújváros polgármestere és Barta Endre humánügyekért felelős alpolgármester. Az egyenként 10 000 forint értékű 50 darab csomagban egyebek mellett tisztítószerek, tartós élelmiszerek és egyéb háztartási cikkek vannak, amelyeket az útkeresés segítőszolgálathoz és családokhoz juttatnak el a városvezetők. A béketéri Tomi vegyesboltnál vehette át Pintér Tamás polgármester és Barta Endre humánügyekért felelős alpolgármester az üzlet névadójának felajánlását. Ezeket a lányokkal, aki náluk dolgozik, ők összeválogattak, és ennek segítségével kiválasztottuk, hogy a legszükséget alap élelmiszereket szeretnék új évkor átadni az rászoruló családnak, hogy jól induljon a új évük. Hozzátette, fontosnak érzi, hogy kivegye részét a városban élők megsegítéséből. Én nagyon jól érzem ez a városban, nagyon sokan szeret minket, meg én is nagyon szeretem a itteni légkő, meg a embereket is. Nagyon kedvesek, meg barátságosak a dunaújvárosi emberek. Az eseményen Pintér Tamás polgármester mellett Barta Endre alpolgármester képviselte az önkormányzatot. Mint mondta, tavasszal már kaptak hasonló felajánlást Tomitól. Úgy emlékszünk arra, amikor a kézfertőtlenítő, mint csodaszernek számított ebben az időszakban. Én is megkerestem itt a mellettem álló Tomit, hogy tud-e nekünk segíteni abban, hogy beszerzésben, hogy a város vásárolna kézfertőtlenítőt. Abban is segítkezett, majd rá pár napra csörgött a telefonom, és jelentkezett, hogy tudja azt, hogy mennyien vannak nehéz helyzetbe, és már akkor egy majd 800 000 forint értékben hozott nekünk fertőtlenítő szereket, amiket ki tudtunk szórni olyan helyekre, ahol igazán nagy szükség volt rá. Kiemelte, jelentős értékű adományt kaptak az üzlet tulajdonosától. Nagyjából egy 500 000 forint értékben van egy olyan felajánlás. Én azt gondolom, hogy a lehető legjobb helyekre fognak kerülni, hiszen az útkereső szolgálaton keresztül, illetve általunk ismert rászoruló családoknak fogjuk ezeket kijutatni. Pontosan tudjuk, hogy sokan már decemberben hozzájutottak ahhoz a családi pótlékhoz, például ugye már a januárit is megkapták, így egy sokkal nehezebb évkezdet vár az igazán rászorulókra. Én azt gondolom, hogy ez pontosan segíteni fogja őket, és a lehető legjobb helyre fog kerülni, és óriási köszönettel tartozunk Tominak, így az egész város nevében. A felajánlás értéke tehát nagyjából 500 000 forint. Bíró Attila szerint akár már holnap kezdődhetne a selejtező. Az öt dunaújvárosi játékost a sorai között tudó női vízilabda válogatott szövetségi kapitánya szerint az együttes már most olyan állapotban van, hogy akár holnap is kezdődhetne Triestben az olimpiai kvalifikációs torna. A szakember ugyanakkor elmondta, komoly óvintézkedéseket tesznek a koronavírus fertőzések elkerülésére, írja az MTI. Második alkalommal rendezték meg a Dunai Kincseskert helyi termelői és kézműves piacot a Szalki-szigeten. Az eseményen a vásár mellett akár jótékonykodhattak is a résztvevők, hiszen lehetőség volt felajánlásokat tenni az útkeresés segítő szolgálat számára.
Ezúttal is kézműves termékek gazdag kínálata várta a Dunai Kincseskert termelői és kézműves piacra látogatókat. A rendezvényen természetesen az enni-innivalókból is széles repertoárból választhattak a vásárolni vágyók. Körbejártunk, aztán megkóstoltuk a sütiket és vettünk egy párat. Karácsonyra. A Dina világában ott van kint. Úgyhogy nem fogunk fogyni most se semmit. Természetesen a fiatalabb generációk érdeklődését is leginkább a finomságok keltették fel. Volt ilyen színes habcsok, és nekem az nagyon tetszett, és szerintem az nagyon finom is lesz. A piacon a városban korábban látott két autós Mikulás is részt vett, ám ezúttal karitatív céllal érkeztek a rendezvényre. Szeretnénk jótékonykodni, mert megtetszett nekünk ez az egész dolog, hogy tetszett az embereknek, hogy mi felvonultunk így december 6-án, és gondoltunk egy olyanra, hogy most jótékonykodás kéne. Az autós Mikulás páros nem titkolt célja volt, hogy a borongós napon is jobb kedvre derítse a fiatal generációt. Érdeklődünk a vásár iránt is, illetve a gyerekek miatt is itt vagyunk, hogy tényleg egy kis örömet csaljunk az arcukra. Számunkra igazából ez mindennél többet jelent, hogy a gyerekeket boldognak látassuk. Mint kiderült, az esemény iránt nőtt az érdeklődés az eladók részéről. Az első szalkiszigeti alkalmunkon 55 árus volt itt végül, és most pedig 60 fölött, 66 árus jelentkezett be tulajdonképpen végezetül a piacra. Nem gondoltuk, hogy ennyit tudunk növekedni egy alkalom ideje alatt. Ezt inkább a karácsonynak tudjuk be egyébként, mint bármi másnak, de szemmel láthatóak az embereknek szükségük van ilyesmi programra. Ez ugye egy helyi termelői piac, ahol szigorú Covid szabályok mellett jelenhetnek meg az emberek és vásárolhatnak. A rendezvény karitatív célokat is szolgált. Orosz Csaba ajánlásával felvettük a kapcsolatot a családsegítőkkel, a Duni Városi családsegítőkkel, és az ő átmeneti otthonukban lakó 12 család karácsonyát igyekszünk szebbé tenni. Elsősorban az árusainkat kértük meg arra, hogy ha lehet, akkor valamiféle felajánlásokkal járuljanak hozzá az ő karácsonyukhoz, adományokkal, és hát elég szép felajánlás csomagok érkeztek. Ezt holnapi napon fogjuk eljutatni majd az otthon lakói számára, és természetesen az itt látható karácsonyfa is bekerül az otthonnak a társalgójában. Az árusok között akadt, aki meglehetősen fordulatos módon jutott el a Szalki-szigeti piacra. Mivel dunaújvárosi vagyok, úgy kerültem ide, hogy a termelői piacot az Irénék szervezik, és megkeresett Irén, hogy eljönnék-e. Akkor még azt mondtam, hogy nem tudok jönni, hiszen a Vörösmarty téren ilyenkor nekünk nagy kiállítás és vásár van. Aztán amikor letörölték a Vörösmarty teret, akkor még a bazilika elé vártak minket, majd amikor letörölték a bazilikát, akkor felhívtam Irént, hogy mégis el tudnék jönni, hogyha fogad a város. Úgyhogy nagyon hálás vagyok, hogy Dunaújváros felvállalta, és fantasztikus ez a kis termelői piac. Így kerültem ide, és szeretném megköszönni, hogy itt lehetek. A piacnak a kemping adott otthont, a bejáratnál jótékonysági karácsonyfát állítottak fel, ahová elhelyezhették ajándékaikat a felajánlók, amelyek az útkeresés segítő szolgálat kötelékébe tartozó családok átmeneti otthonába kerültek. Január 6-a vízkereszt napja. Ez a keresztény hagyományokban a karácsonyi ünnepkör végét, a farsangi időszak kezdetét jelenti. Hármas jelentése van, amellett, hogy Jézus megkeresztelésének napja, a napkeleti bölcsek napja is, illetve ezen a napon tett csodát Krisztus a kánai mennyegzőn. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, amennyiben tehetik, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!